Október 5-én már bajnoki meccsen csap össze a két csapat a fővárosban, csütörtök este azonban még felkészülési mérkőzés játszottak egymással a tiszavasvári úti csarnokban. Rendhagyó módon 12 perces negyedekből állt a mérkőzés, amelyen végig a hazaiak vezettek. A Vasas ettől függetlenül kemény, harcos ellenfélnek bizonyult, így a 101-78-as nyíregyházi győzelemmel záruló találkozó jól szolgálta mindkét csapat felkészülését. Azt kértem, hogy keményen védekezzenek, illetve lehet, hogy az utolsó edzőmeccsünk, hogy próbáljunk gyakorolni olyan dolgokat, amit eddig nem gyakoroltunk a felkészülés alatt, illetve szerettem volna, hogyha mindenki játszon, örülök a győzelemnek. A csapatkapitány Buzs Iván is elégedett volt a kékcápák teljesítményével. Egy feladatot kaptunk még az öltözőben, a védekezésünkkel nem volt teljesen megelégedve az előző meccseken, Jani, és 70 pont alatt kellett tartanunk az ellenfelet. Ez a 10 perces negyedekre lett volna érvényes, mivel 12 percet játszottunk, ezzel kiebb tolódott, és sikerült is abszolválni. A védekezésünk rendben volt, és az utóbbi években ez annyira nem volt jellemző ránk, de most sorra nyertük az edzőmeccseket, a szlovák túrát kivéve, úgyhogy nagyon fontos szerintem ez a csapatnak az összhang és a hangulat szempontjából, és úgy érzem, hogy jól összeálltunk, és várjuk a szezonrajtot. A nyíregyházi csapat negyedik NB1-vé szezonjának vág neki. Az irányító optimistán tekint a bajnokság elé. Az vagyok, de nem szeretném elbízni sem magam. Szerintem azt már említettem még egy előző nyilatkozatomban, hogy az elmúlt évhez viszonyítva szerintem egy rivális kiesett, ugye az oroszlánnyal, azzal, hogy a TF esett ki, nem megbántva őket, de szerintem nem ugyan a játék előtt fognak képviselni. Viszont sűrűsödött is a mezőny, ilyen 5-től 10. helyig bárki bárhol veszett meccseket, és valaki le is nyilatkozta valamelyik csapatnál, hogy idegenben tényleg nem lesz könnyű meccs, ezt tapasztaltuk Salgótarjánban is, a Honvéd pályán is. Úgyhogy optimista vagyok, a 4 az tényleg mindenféleképpen be szeretnék kerülni, aztán tényleg meglátjuk, mire lehetünk képesek. A jövő héten egy külföldi játékos érkezik a nyíregyházi csapathoz. A bajnokságot szeptember 27-én Baján kezdik a kékcápák.